Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit! 19 napi rendi pontot tárgyalt a Dombóvárvárosi Képviselőtestület. Szó esett többek között a veszélyhelyzet alatti intézkedésekről, a gimnázium sportpályájának felújításáról, valamint a Gunaras fürdői csapadékvízelvezetés problémájának megoldási lehetőségeiről. Ritka pillanatok egyike, amikor teljes az összhang a dombóvári képviselőtestületi tagok között. A június 30-án megtartott ülésen több ilyen előterjesztés is volt. A 19 napi rendi pontban lejárt idejű határozatokat is tárgyaltak, többek között az I. és Gyula gimnázium sportpályájának felújítását. Nagyon fontos volt, hogy mai testületülésen a lejárt idejű határozatokban a gimnáziumban történő infrastruktúrális fejlesztések újból előkerültek. Sok éves várakozás után elkészült a térköves udvar, amely méltó körülmények tekint a szabadtéri rendezvények megvalósításában a gimnáziumnál. Ezen túlmenően a sportpálya felújítására is nyert a gimnázium pályázatot. Sajnos ezt ők saját forrásból nem tudják megvalósítani, hiszen ez egy utófinanszírozott pályázat. Ezért az önkormányzat úgy döntött testületünk, hogy 3 millió forint visszatérintendő támogatást kapnak, melyet december 31-ig kell visszafizetni. Az udvar tekintetében szintén azt gondolom, hogy helyt álltunk, hiszen 500 000 forint a polgármesteri keretemből tudtam támogatni a térkövezést az udvarban. Remélem, hogy szeptember 1-ére a diákok már igénybe tudják venni, és birtokba vehetik a felújított sportpályát is, és nem csak a térköves udvart. Egy régi típusú műfüves focipálya új burkolására nyert a gimnázium pályázati támogatást. Ezen kívül tárgyalták a Gunaras fürdői csapadékvízelvezetés problémáját is. Néhány héttel ezelőtt akkor a mennyiségű csapadék lepte meg késő esti órában a Gunaras fürdő területét, hogy több magánház udvara, szuterénja víz alá került. Ez a probléma a helybelakók számára nem volt ismeretlen, hiszen 2015-ben keletkeztek az első írásos nyomok erre vonatkozóan, hogy hasonló helyzet állt elő. Az elmúlt 5 évben valami oknál fogva előző képviselőtestület ezzel a problémával nem foglalkozott, és újként és odaként élték meg, hogy Gunarasba is esik az eső. Mindezek ellenére azt gondolom, hogy tudtunk velük konstruktívan együttműködni, és az elmúlt 5 év bűneit megbocsátottuk nekük, hiszen azt gondolom, hogy a nyaralótelep és magában Gunaras fürdő egy olyan gyöngyszeme Dombavárnak és a dombavári járásnak, amelyet mindenféleképpen óvnunk kell, még a természetvédelmi katasztrófáktól is. Ebben adódóan két lehetséges utat tudunk bejárni. Az egyik a út, mint azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, hiszen egy viszmajor támogatásra adtunk be kérelmet, meglévő csapadék vízelvezető árkaink felújítása, áteresztek kitakarítása, illetve nagyobb átmérőre történő cseréje. Nem látjuk ezt végleges megoldásnak, hiszen azt gondoljuk, hogy a mezőgazdasági területről oly mértékű víz zuhan a fürdő területére, amelyet más alternatív megoldásokkal is meg kell próbálnunk megakadályozni, sőt, alapvetően azt a peremfeltételt kellene megteremteni, hogy ez a víz egyáltalán meg se érkezzen oda, máshol tudjuk elvezetni. Önkormányzatnak minden esetben kötelező aktuális vízkárállítási tervvel rendelkeznie. Ez Dombóvár esetében nagyjából 2 évtizede készült el, és azóta nem történt meg a felülvizsgálata. Ma a képviselőtestület úgy döntött, hogy augusztus 31-ig felhatalmazza a polgármestert, hogy 3 tervezőtől kérjen erre árajánlatot, és szeptemberi soron következő ülésünkön fogunk arról dönteni, hogy kivel vizsgáltatjuk felül, aktivizáltatjuk a vízkárállítási tervünket. Közművelési intézményeink tekintetében tavaly óta már foglalkoztat bennünket a gondolat, hogy vajon ez a működési forma, amelyben ők működnek, ez megfelele a mai kor követelményének, valóban ez a leggazdaságosabb és a leghatékonyabb. Tudni kell, hogy Dombaváron a Művelődési Ház az egy non-profit Kft. Formájában működik, könyvtárunk közintézményként, és a könyvtárhoz van bekapcsolva irányítás szempontjából a helytörténeti múzeumunk is. Nyilván mi azt gondoljuk, hogy szerencsés lenne talán egy közintézményt működtetni, együtt a Művelődési Házat, a könyvtárat és a helytörténeti múzeumot. Ezek nekünk pusztán csak érzéseink, ezért már úgy döntöttünk, hogy felkérünk egy szakértőt, aki elkészíti ennek a koncepcióját, hogy vajon a bennünk élő gondolatok megfelelnek a valóságnak, vagy adott esetben van erre akár jobb megoldás is, ezt nem tudjuk. Ezért kértünk fel szakértőt, hogy mind a 3 intézményt vigyük be a non-profit Kft-be, vagy szüntessük meg a non-profit Kft-t, és egy közművelődési intézményt működtessünk, Dombaváron Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Múzeum. Tehát erre várjuk a választ. A képviselőtestületi tagok a koronavírus helyzetben maximálisan helytálló, ám az állami juttatásban nem részesülő dolgozók részére jutalmat ítéltek meg. Ez volt az egyik napi rendi pont, amiben teljes volt az egyetértés. Meglepő módon mai testületülésen volt egy olyan napi rendi pont,
amely konstruktív együttműködésre késztette a képviselőtestületet. Az elmúlt időszakban, október óta talán az első ilyen napirendi pontot sikerült tárgyalnunk. Mai testületülésnek nyilván az volt az apropója, hogy vége lett a veszélyhelyzetnek. Már csak járványhelyzet van. Nyilván, hogy ez mivel jár, ezt mi nem tudjuk megítélni, de továbbra is óvatosak vagyunk. Mindezek ellenére úgy gondoltuk, hogy elérkezett az időpont, hogy az elmúlt 4 hónapot egy picit azért elemezzük. Megnézzük, hogy ezek milyen költségeket emésztesz fel a védekezés költsége, kollégáink a védekezés alatt milyen munkát végeztek. Nyilván az anyagi javak összeszámolása volt a nagyon egyszerű, hiszen azok exakt dolgon számlával összeadhatók. 67 kollégánk vett részt az ellátó rendszeren keresztül az idősek ellátásába. A jelenleg intézményvezető helyettes asszony elkészített beszámolót is ma tárgyalta a képviselőtestület, amelyben egyértelműen látszott, hogy mind a 67 kollégánk erőn felül teljesített, és eleget tett a kívásoknak hétvégeken is, és ünnepnapokon is. Ebből adódóan azon túlmenően, hogy elvégeztettük mind a 67 kollég esetében a koronavírus tesztet, amely mind a 67 esetben negatív volt, ma úgy döntött a képviselőtestület, hogy egységesen 100 000 forint jutalomban részesíti mind a 67 kollégát. Azt gondolom, hogy ez a legkevesebb és a legszerényebb dolog, amit meg tudunk tenni az ők érdekében. Szeptember 30-ig váltunk erre kötelezettséget, remények szerint ezt tudjuk előbb is teljesíteni, de nyilván a nyár az minden önkormányzat tekintetében uborka szezon és ínséges időket élünk. Nyilván amikor ősszel a helyi adók újra kezdenek befolyni, ennek semmi akadálya nem lesz. Semmelweis nap alkalmából kitüntették az év ápolóját, Bencéné Szerec Ilonát és az év orvosát dr. Lassú Pétert a Dombóvári Szent Lukács kórházban. Emellett dr. Mirosnyicsenko Szergej kapott főorvosi kinevezést, a 2 szakvizsgával rendelkező orvos már 22 éve dolgozik a kórházban. Harangszóval jelezték július 1-én délben a Dombóvári Szent Lukács kórházban a Semmelweis napi ünnepség kezdetét. Ez a nap az egészségügyben piros betűs ünnep. Semmelweis Ignácnak, az anyák megmentőjének születésnapja, nem csak munkaszüneti nap a dolgozóknak, de ilyenkor osztják ki az év orvosa és az év ápolója díjat, valamint a kinevezések is ilyenkor esedékesek. Semmelweis napi ünnepségét tartjuk a kórháznak, ugye július 1-e Semmelweis születésnapja, és ez a munkaszüneti nap az egészségügyben, ennek megfelelően mindig egy nappal előtte, pontosabban egy munkanappal előtte szoktuk tartani, és azt ünnepeljük, hogy az egészségügyünk az továbbra is él. Én azt gondolom, hogy világszínvonalon él. Természetesen nehézségekkel küzdünk, de ilyenkor mindig azokat a kollégákat ünnepeljük, akik az elmúlt évben kiérdemelték úgymond ezt az ünneplést. Az év orvosa, az év ápolója díjat nyújtjuk át. Szintén Semmelweis napkor történik meg a kollégáknak a kinevezése is, a adjunktusi vagy főorvosi kinevezésről van szó. Jelenleg most egy kollégát fogunk főorvossá kinevezni. Mindig alulról érkező javaslatok vannak, és a főnővérek az ápolók kapcsán, illetve a főorvosi kar az orvosok kapcsán terjeszt elő több nevet is mindig minden díjra, és aztán vagy a menedzsment, vagy a kórház közössége dönt abban, hogy kit szeretnénk abban az évben kitüntetni. Az év ápolója díjat idén Bencéné Szerec Ilona, az intenzív osztály vezető főnővére kapta. Pap előtt főorvos szerint az egész intenzív osztályt a hátán viszi, szakmailag és emberileg egyaránt alkalmas a kitüntetésre. 1987. július óta dolgozom a Dombóvári Kórházban, több évig a belgyógyászaton, mint kardiológia, utána pedig az intenzív nyílásakor az intenzív osztályra kerültem 1990-ben. Azóta szinte folyamatosan az intenzív osztályon dolgozom. 2 éve vezetője is vagyok. Hát talán ez lehetett az indok, amivel kiérdemeltem ezt. Semmelweis Ignác nevét viseli, és Semmelweis napra mindig egy szakdolgozót tüntetnek ki ezzel, hát a munkája elismeréseként. Hát ez a kitüntetése, ez elismeréssel és felelősséggel jár. Úgy gondoltam, hogy én csak teszem a munkámat úgy, ahogy kell, ahogy a vezetőség elvárja. Én nem gondoltam, hogy én ezt a díjat az idei évben megkapom. Az év orvosa, dr. Lassú Péter, a sebészeti jellegű Mátrix osztály vezető főorvosa lett, aki egy teljesen új sebészeti eljárást vezetett be a kórházban. Laparoszkópiás úton operálja a daganatos betegeket, ami sokkal gyorsabb felépülési időt eredményez a betegeknek. Bizonyos új műtéti technikákat vezet
fejlesztettem be itt a Dombóvári Kórház sebészetén, laparoszkópos műtétek területén, ez részben az akut betegek ellátásában, részben a tervezett műtéteknél. Vakbél műtéteket most már a kollégáim nagy többsége is ilyen laparoszkópos technikával végzi, illetve a laparoszkópos sérműtétek bevezetésre kerültek, illetve a laparoszkópos vastagbél daganatok laparoszkópos műtétei, ami ezek előtte itt nem voltak. És talán szerénytelenség nélkül állítom, hogy ezeket nagyon, nagyon minimális szövődmény arány mellett végezzük. Sokkal-sokkal gyorsabb a felépülési idő. Igen, idős 70-80 év közötti betegek, ezeknek a daganatos betegeknek a többsége, ők is 3-4 nappal a műtét után kb. 80%-uk elhagyja a kórházat. Azért a lendület az megvolt eddig is, és tervezem ezt tovább, ezt a minimálinvazív sebészetnek a fejlesztését az osztályon. Dr. Mirosnyicsenko Szergejt főorvossá nevezték ki. 22 éve dolgozik a Dombóvári Szent Lukács Kórházban. Sebészeti és traumatológiai szakvizsgával is rendelkezik, ami egyedülálló a kórház életében, és nagyon ritka országos szinten is. 98-ban ilyen osztályra kerültem, ahol a sebészek ellátták a baleseti sebészeti feladatot, és úgy éreztem, hogy kicsit jobban kell bemélyülni ebbe a szakmába, és azért került sor az baleseti sebészeti szakvizsgára is. Az ember, amikor sok a munka, ilyen dolgokra nem gondolkodik a sok munka mellett, és ez most tényleg váratlanul. Én már eléggé öreg vagyok ahhoz, hogy valamit megváltoztatna is ez a kinevezés. Csak jó eset. Ez mindenképpen a továbbiakban egy nagyon fontos lelki támaszt nyújt a kollégáknak, hiszen nem csak egy személyi elismerés, nem arról van szó, hogy a főnöke felterjesztette, vagy a kórház igazgatója adott neki valami kitüntetést, hanem egy egész közösség ismeri el az ő szellemi munkásságát, illetve az ő személyiségét is, és ez mindenképpen fontos minden kollégának. A Tolna megyei közgyűlés 6. alkalommal szervezte meg Vára megye elnevezésű megyei értéknapot. A kaposmenti kistérség településein közösen mutatták meg a mikrorégió értékeit. Dombóvár első ízben volt jelen a rendezvényen. A kaposmenti térség az elmúlt évben is jelen volt a Vára megye rendezvényén. Az idei esztendő különlegessége az volt, hogy a kistérség vezetője, Dombóvárváros először mutatkozott be. Eddig a térséget 3-4 település képviselte, Dombóváron az idén első észben van itt. Ma a településeinknek 2/3 település vezetője itt van, nyilván a többiek sajnos nem tudtak eljönni, de azt gondoljuk, hogy megtaláltuk helyünket a megyébe, és Dombóvár is visszakerül a térképbe, és elmondhatjuk magunkról most már közel fél éve, hogy Dombóvár Tolna megyéhez tartozik. Rengeteg értékünk van. Nyilván a klasszikus a Rákóczi túros, de ezen túlmenően azt gondolom, hogy a helyi kézműveseink ma már olyan termékeket állítanak elő, amely megállja a helyét Tolna megyében és akár Magyarországon bárhol. Azt gondolom, hogy érdemes megnézni a standunkat, hiszen kevés település mondhatja el magáról, mint Dombóvár, hogy orridea telepen rendelkezik, hozzunk dombovári orrideát is. És nyilván ezen túlmenően azt gondolom, hogy mint minden településnél nálunk is a gasztronómia viszi a hangsúlyt. Azok a termékek kerülnek itt a bemutatásra, amelyeket a térség egyéni vállalkozói, kisiparosai állítanak elő, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 2 buszt is megtöltött azoknak a terméknek a köre, amit ma magunk el tudtunk hozni Medinára. A közös értékek kulturális jelentősége nem kérdés. Az azonban igen, lehet erre gazdaságot építeni. Hát szerintem közös értékek már vannak, tehát nem lehet létrehozni, hanem ezek itt vannak közöttünk, csak össze kell fogni őket. Úgyhogy gyakorlatilag szerintem ez jó kezdeményezés, hogy közösen jöttünk, közösen állítunk ki. Szerintem mindenkinek a saját településén most sikerült annyira összeszedni a helyi termékeket és a helyi vállalkozókat, hogy mindenki szívesen adott, szívesen mondta, hogy hadd jöjjön ide és hadd mutathassa meg önmagát, illetve hadd mutathassuk mibe a termékeket, és én azt mondom, hogy tényleg egy közös összefogással eddig is erős volt azért a gazdaság, és szerintem még jobb lehet így, hogy tényleg közösen megyünk előre. Lehet is ezt fejleszteni, ezt az értéket tovább, mert ez maga egy nagy érték itt a kapos mentén, hogy ezek a községek, meg az önkormányzatok itt tényleg egymásra épülnek, hogy úgy mondjam, és segítik egymást, és együtt dolgozunk. Most a helyben Gyulajon, mert én Gyulajt képviselem igaziból, itt is
Most én vagyok a munkaügyjel összekapcsolódva, szeretnénk itt fejleszteni a romák, meg a munkanélkülieknek a munkalehetőségeit próbáljuk fokozni. És ezért most ilyen tanfolyamot is szerveztünk, ilyen textil termék összeállító tanfolyam indult most per pillanat. És ebbe a ilyen varodát, kis varodát szeretnénk összehozni, akinek tényleg úgy kézügyessége, meg hozzáállása olyan, akkor összehoznánk, szeretnénk, terbe vettünk egy ilyen kis varodát, hogy ezzel is emeljük a munka lehetőségét, hogy valaki tudjon elhelyezkedni, ha úgy gondolja, hogy itt tud érvényesülni. Nyilván mindenki ezt gondolja, és bármit neki kell elkövetni, mindig azt gondolja, hogy annak előbb-utóbb gazdasági haszna is lesz. Azt gondolom, hogy a gazdasági haszon az közvetett és közvetlen módon is mérhető. Nagyon fontos az, hogyha aki előállít valamit, azt el tudja adni, de nagyon fontos az is, hogy aki azt meg akarja venni, eljöjjön hozzánk, és Dombváron és Dombvári járásba töltse el a mindennapjait. Ezáltal azt gondolom, hogy nem csak egy termelőt hozunk helyzetbe, hanem az egész térséget. Össze kell, hogy fogjunk 16 település tekintetében, azon túlmenően, hogy ezeket az értékeket már feltérképeztük, megfelelő attrakciókat kell létrehoznunk, amelyekhez megfelelő szálláshelyet kell biztosítanunk, hogy minél több vendégészakát töltsenek le a Dombvári járás területén Magyarországról. Dombováron ünnepre készülnek, hiszen idén lesz 50 éve, hogy várossá nyilvánították a települést. Az ehhez kötődő attrakciók újabb látogatókat hozhatnak a térségbe, akik testközelből tapasztalhatják, láthatják, vagy éppen kóstolhatják meg a kaposmente értékeit. Egy igazán életigenlő társaság, akik ha tehetik, erdei sétákat tesznek. Azonos betegségük hozta őket össze, amelynek gyógyításán, enyhítésén együtt dolgoznak. A Dombóvári Ózon Aszma Egyesület közel 70 fős tagsága most a szigeterdei lakótoronynál hallgatott meg egy előadást, melynek végeztével természetesen körbesétálták a parkot. A Dombóvári Ózon Aszma Egyesület tagjai számos olyan előadást hallhattak már, amely segít jobbá tenni mindennapjaikat. Jó tanácsokat kapnak a betegségükre vonatkozóan, de kulturális témában is szívesen szerveznek programokat. 90-es évek elején dr. Magda Tamás tüdőgyógyászfőorvos kezdeményezésére az akkori ott dolgozók és a betegek közreműködésével alakult meg egyesületünk 93-ban. Tehát 27 éve működik az egyesület. Alapcéljuk az volt már akkor, hogy az aszmás betegek gyógyításához szükséges friss levegő, egészséges környezetbe való megmozdulásoknak az kivitelezése, valamint orvosi előadásokkal is a betegségek gyógyításához való hozzájárulás volt a cél. A 90-es évek elején országosan nagyon sok civil szerveződés alakult, így Dombováron is, de kevés maradt fenn a mai napig. Az Aszma Klub az egyike az aktív, folyamatosan pezsgő egyesületeknek. Havi rendszerességgel találkozunk, nagyon sok olyan programot szervezünk, ami az aszmás betegek gyógyítását elősegíti. Bejártuk Európát, mondhatom, Svájctól Ausztriáig, tehát olyan hegyekbe, barlangokba visszük el az embereket, ahol a gyógyulásukhoz tudunk segítséget nyújtani. Orvosi előadásokat nem csak a tüdőgyógyászok, hanem más orvosi szempontokat is figyelembe véve tartunk. Ezzel is tágítjuk a betegeink, tagtársainknak a néző látókörét. Tagjai vagyunk az ABOSZ-nak, az Aszmás Betegek Országos Szövetségének. Rendszeresen részt veszünk a találkozókon, bár az idén sajnos elmaradt, de kulturális programokkal is készülünk ilyen alkalommal, és nagyon sokféle ember tartozik az egyesületünk tagjaiból, és most is hallatszik, ugye, könyvtárosok, pedagógusok, műszaki emberek, tehát az élet szinte minden területéről van a tagunk. A mostani programon is igen nagy volt a részvételi arány, a kinti rendezvénynek az időjárás is kedvezett. Kizárólag ugye a természetjárás, és a irodalom és a természet kapcsolata összefűzzük. Ugye említettem, hogy közelmúltban volt a Fekete Istvánnak az 50 éves halála évfordulója, és ezt összekapcsolva egy kicsit beszélgetünk az irodalomról, természetről sétálunk. Ez a mai nap apropója. A közel 30 éves múltra visszatekintő civil szervezet munkáját városi szinten is elismerték. A lelkes csapat azóta is minden nagyobb dombovári rendezvényen képviselteti magát. 2016-ban
kaptuk el, nyertük el a város civil tanácsától a civil díjat. Rendszeresen fiatalokkal is propagáljuk a programjainkat, rajzversenyeket írunk ki gyermekeknek a természet fontosságáról. A világnapjáról, a földnapjáról külön megemlékezünk, előadásokat, programokat szervezünk. Úgyhogy red nagyon szertágazó a tevékenységünk, és hál' Istennek a rendezvényeink olyanok, hogy 70-80%-os a részvétel. A programjaikat, kirándulásokat főként tagdíjakból, önkormányzati támogatásokból, valamint pályázati forrásokból finanszírozzák. Következő 2 hét múlva Tapolca. Ott van egy gyönyörű tavasbarlang, ugye az aszmás betegek, ott fogunk hallgatni egy orvosi előadást, a légúti betegségek gyógyításában milyen szerepe van a barlangoknak. Erről fogunk tájékozódni, fogunk csónakázni is egyet a barlangban, már ott vagyunk. Ez lesz a következő programunk. Aztán ősszel megyünk 3 napra Göcsejbe. Zalába, ugye végig megint csak erdőtúra, erdőtúra, erdőtúra. Aztán azon kívül van még egy Kaposvár melletti Gyertyánosnak mondott erdei túránk, és ugye várjuk azt, éppen tegnap voltam bent a hivatalban, hogy az önkormányzati programokon is részt tudjunk venni, mert rendszeresen részt veszünk természetesen azon is, mint egy 30-40 fővel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!